Miniszter úr, ön minden agráreseményen elmondja, hogy elkötelezett az agrárium a mezőgazdaság iránt. Miért ez a vonzalom? Mindenek előtt azért, mert egy olyan választókerületnek vagyok a parlamenti képviselője, amely Makó és Hódmezővásárhely városával az élen teljes egészében agrár településekből áll. Itt a lakosság döntő hányada a mezőgazdasággal foglalkozott, és szeretne ebből boldogulni. Az a kérdés, hogy a jelenlegi körülmények ezt lehetővé teszik el. Tehát olyan választói közösséget kell a parlamentben képviselnem, akiknek az az életformája, hogy vidéken élnek és a mezőgazdaságban szeretnék megtalálni a jövőjüket. Ez nem volt könnyű az elmúlt 30 évben, az a kérdés, hogy a következő 10 évben milyen lesz a helyzet. És ezért egy parlamenti képviselőnek, aki az Alföldről ül a parlamentben, mindegy, hogy milyen kormányzati tisztséget visel, mindegy, hogy ellenzéki vagy kormánypárti, a mezőgazdaság ügyeivel foglalkoznia kell. Mennyire tud ön lobbizni a mezőgazdaság érdekeiért, és hogyha most az állattenyésztést nézzük, akkor mennyire? Az az igazság, hogy a parlamenti viszonyok között van azért együttműködés pártoktól függetlenül a különböző oldalak között, és a mezőgazdasági bizottságban egy jó szakmai munka zajlik, amihez azt gondolom az Agrárkamara létrehozása és struktúrájának kialakítása nagyot segített. Jó néhány vita, kérdés, döntés áthelyeződött az Agrárkamarába, és azt tapasztalom, hogy az Agrárkamarában a különböző érdekek jól összefoghatóak. Én a jelenlegi munkám során, úgy mint a városországgyűlési képviselője, nyilván próbálok segíteni a helyi mezőgazdasági termelőknek. Itt Hódmezővásárhelyen a földértékesítések alkalmával 100 hektár kivételével az összes állami földet megvették Hódmezővásárhelyi gazdák, ami egy nagyon komoly eredmény, több mint 2 millió forintos hektáronkénti átlagáron. Ami a miniszteri munkámat illeti, ott pedig igyekszem Fazekas miniszter úrnak segítséget nyújtani a kormányzaton belüli lobbiban, illetve a vidékfejlesztési munkánkat pedig összehangoljuk. A vidékfejlesztés az nem önmagában agrárium kérdése, mint hogy a földkérdés sem agrárkérdés csak, hanem társadalompolitikai kérdés a mi kormányunk és a kormánypártjaink szemében. Ezért ahhoz a csoporthoz tartozom a frakción belül és a kormányzaton belül, aki agráriusnak vallja magát, és próbál a mezőgazdasági szereplőknek segíteni azért, hogy vidéken normálisan lehessen élni. Tegnap már végig járta a kiállítást, megnézte a bemutatott állatokat. Milyenek a benyomásai? Az egy nagyon nagy kérdés, hogy a magyar mezőgazdaság mire képes. Mi agrárországnak hirdetjük magunkat és mezőgazdasági országnak, de az a kérdés, hogy a teljesítményünk a képességünkkel és a vágyainkkal arányos-e. Nem hozzuk ki a mezőgazdaságból azt, amit kihozhatnánk, ez az én benyomásom és álláspontom. Nagyon elszánt és nagyon elkötelezett tenyésztőkkel találkoztam. A piaci viszonyok az elmúlt években nem voltak kiegyenlítettek, tehát sok veszteség is érte az ágazatot. Talán most az idei és a mögöttünk hagyott esztendő az biztató az eredményeket illetően. Összességében azt gondolom, hogy a mezőgazdaságból többet kellene kihozni a következő időszakban. A mezőgazdaság alatt én nem csak a növénytermesztést, vagy az állattenyésztést, hanem az egész agráripart, élelmiszeripart, agrárbizniszt értem, amiben a következő 10 év magyar versenyképessége és magyar gazdasági eredményei szempontjából nagyobb lehetőség van. Kimerítetlen, kiaknázatlan lehetőségnek tekintem én a kormányzaton belül vagy a gazdaságon belül az agráriumot, amire szerintem bőségesen támaszkodhat. Az agrártárcának nagyon nehéz dolga van, az európai szabályozás nagyon nehéz, az európai verseny nagyon nagy. A piacok megnyitása nem kedvez a magyar agráriumnak, azért ez mindenki számára kell, hogy világos legyen. És azt gondolom, hogy nagy kormányzati összefogásra van szüksége ahhoz, hogy tudjunk segíteni az agráriumban. A tenyésztők részéről, vagy a termelők részéről csak pozitív folyamatokat látok. Az utóbbi időkben történt meg az MVH átszervezése. Ez az ön megítélése szerint hogyan sikerült? Szükségszerű volt az MVH átszervezése azért, mert az ügyfelek felé nyitni kellett, és a folyamatokat gyorsítani volt szükségszerű. A vidékfejlesztési programban minden pályázatot kiírtunk március 31-ig, folyamatos a forrásoknak a kifizetése, és nem azon dolgozunk, hogy minél több pénz Brüsszelnek megmaradjon, hanem azért, hogy minél több pénzt el tudjunk költeni. Itt egy szemléletváltásra van szükségen. Azt várom el az MVH-ban dolgozó több mint 1000 munkatársunktól most már a kormányhivatalokon belül, hogy ne Brüsszel érdekeit képviseljék, hanem a gazdáknak próbáljanak jó minőségű szolgáltatást és érdekvédelmet biztosítani. Egy kultúraváltásról is kell szót ejtenünk, ami megnyitja az MVA hivatalokat. Most például épp egy MVA ügyfélszolgálatot adtam át itt Hódmezővásárhelyen, pont azért, hogy az ügyfelek be tudjanak menni. Rengeteg olyan rendezetlen birtokpolitikai kérdés van, ami megakadályozza például a földalapú támogatások időbeli megérkezését, az elszámolások vagy a pályáztatások rendjét. Rendet kell tenni ilyen szempontból, adminisztratíva és az agráriumban. Az MVA-ban megvan a szakmai tudás, csak ki kell nyitni a kapukat, és az ügyfelek rendelkezésére kell állni.